nagy kísérben vagyunk. Most nem fogok három kérdésre válaszolni, bocsánat a Facebookosoktól, bocsánat, sziasztok, örülök, hogy itt vagytok, Egerben vagyunk, nem mesél el a tortúránkat, sokat késtünk, őrültem, be vagyunk zárva az időbe. Nekem ide küldött három kérdést, nézegetem, hogy melyikre válaszoljak a háromból. Hát egyre fogok összesen válaszolni. Virág Renáta, nagyné, Renáta nagyon szép neved van, azt mondja, hogy családi pótlék, szégyenletes az összeg, amit egyedülállóként kap, valami 13 ezer forint. Mit csinálunk ezzel? Egy gyerekre ma családi pótlék 12.600 vagy? 12.200. Hát ez nem sok. Még van egy alapvita, Noémi és mondom önöknek, hogy mi legyen a gyerek támogatás alapvető eszköze. A családi pótlék, amit mindenki ez egyformán jut el, mert minden gyerek egyenlő, ez az elv, vagy családi adókedvezmény, ami ugyan egyrészt ösztönöz a munkára, hogy le tud vonni az adókedvezményt, másik oldalról a következménye, hogy aki 500 ezer forintot keres, az több gyerek támogatást kap, mint aki 50 ezeret keres. Minden mellett szólhatnak érvek. Tehát én ma már ilyenben nyitott vagyok. De azért azt gondolom, hogy 8 éve nem emelkedik a családi pótlék. Az a borzasztó. Hát legalább 8 éve, mert a 8 éve biztos, hogy nem emelkedett. Nem tudom, hogy alakult mikor, ugye nem emelkedett. No, azt mondom, hogy a mi programunkban mi van benne. Mi általában pénzügyben addig visszafogottak, hogy már mindig ki kell fizetni. Tehát én most mondhatnék ám bármit. Ötszörösen felemeljük, hogy mi szavaz rám. Hát mondhatnék ilyeneket, csak akkor nem hinnék el, még nem tudnám kifizetni a kormányzatnak. Most azt mondjuk, hogy a családi pótlékot 30%-kal 15.700 forintra emelnénk egy lépcsőbe, és az egyedülálló szülőknek, vagy egészségkárosodott gyerekeket nevelőknek meg 17-18 ezerre. De ez már sok pénz, már el is sok pénz, hozzáteszem. Ezért a másik végéhez is hozzájönnek, ne a költségvetésnek kelljen nagyon sokba kerülnie, meg kell beszélni, hogy melyik az a szint, ahol pedig a családadó kedvezmény már nem tesszük igénybe vehetővé. Kell adni egy plafont. Mi legyen el a plafon? Az átlagkereset, ennyiszerese, annyiszorosa, meg lehet beszélni, értelmesen, számolni kell hozzá, de ténylegesen azt gondolom, hogy nincs az rendben, hogy a határ csak nem a csillagos ég az adókedvezményekben. Szerintem lehet azt kérni, hasonra ütöttem, most nem pontos számot mondok, attól, aki 500 000 forintot keres, az már egy jó fizetés Egerben, ugye? Gondolom én, az már jó fizetés. Hogy arra kérünk benneteket, legyetek partnerek abban, hogy elsősorban azoknak adjunk, kérem szépen, akiknek nagyobb erről a szüksége. Neked őszintén szóval lehet, hogy ez belekerül akár 10.000 forintotba, vagy 15-be, de azt hiszem, hogy te azért így meg tudsz élni. És vannak olyan gyerekek, akiknek az, hogy ennyi vagy annyi a családi pótlék, az azt jelenti, hogy egyszer van, egyáltalán többször van egy héten hús az asztalon, vagy gyümölcs, vagy egyáltalán van valami. Majdnem minden évben így gondolkodunk. Én korábban próbálom, hogy ezt úgy foglaltam össze, hogy több felelősség fent és több lehetőség lent. Összétkodni egy picikét a világot. Noémi, ezt már nem kérdezted, de szerintem, hogy maradjatok itt egy picikét, ezt még hozzáteszem, tekintettel vannak közöttünk nyugdíjas, úgyhogy az előbb szót emeltem a 50.000 forint alatti nyugdíjak dolgáról, ami drámai. Ami drámai. A 70 ember sok, de a nyugdíjasok összámához képest egyébként nem hatalmas szám. Ez elégett. Itt mi azt mondjuk, hogy 4 év alatt, nem egy lépésben, a mai 28.500 forintos minimálnyugdíjat elvisszük 56-ig, 57-ig, pedig az még mindig csak a közmunkás mostani bér, tehát még nem magyarok vannak, de akkor nyilván föltorlódnak a nyugdíjak, 50 és 100 ezer forint között pedig egy érdemi korrekciót csinálunk, hogy fölfelé kezdjük ezt a dolgot meghúzni, és akkor hozzáteszem itt is, egy szint fölött mi maximálnánk a nyugdíjat. Azt mondani, hogy alattuk ilyen volt,
Ott valahol 4-500 ezer forint környékén azt mondanak, hogy gyerekek, ennyi. Nincsen több. De akkor járulékot sem kell persze fizetni ezen fizetés fölött, vagy az ehhez szükséges fizetés fölött, természetes módon. Nem jó az, hogy egy generációban azonos helyzetben lévő emberek ilyen iszonyatos távolságban vannak, látom, hogy irritálja az embereket, természetesen. Úgyhogy az alappolitikának ez a lényege, hogy húzni a picikét össze. Szóval nem elég a nemzetről beszélni, hölgyeim és uraim, hanem meg kell próbálni együtt tartani a nemzetet, nem csak a nyelve, a történelme, a szokásai által, hogy általában szeretjük a töltött káposztát, ez nagyon fontos dolog, de együtt kell tartani az országot szociálisan is, hogy ne válasszon szét bennünket hatalmas nagy szociális hasadék, mert előbb-utóbb el fogunk tudni együtt élni, olyan messzere kerülünk egymástól. Na, hát ez volt szerintem az első kérdés, és Noémi, te legyél a rossz rendőr. Vagy te, 6 perc. Igen, nagyon megy az idő. Nézzék el nekem. Kettő kérdésre fogok válaszolni, mielőtt elrohanok. Arra biztatom, aki a szót adja, hogy bölcs legyen és igazságos, egyet a rendezői balról, egyet meg a valóságos balról. Jó? És akkor jobbat nem mondtam. Hátul van egy úr. Ön nem már találkoztam egyszer. Többször. Nagyon durva kérdésem van. Igen. A kérdése a Jobbiknak a helyi képviselője inspirált. Náci ugye, ő egy jeles képviselő a Jobbiknak. Engem csak azt szeretem elmondani, mint félemét is, hogy a 18 és 22 éves fiatalság között nagyon nagy mértékben van elalapodva a Jobbik szemlélete. Ezt ismerjük már fel, kérem szépen. Igen. A képviselőkben ez a minden, a Jobbik. És a másik dolog, a pártunkat azért hibázolom csak, nem szervezte meg azt a fiatal csapatát, amit igen, mint a jövőre kell beölni. Így. És ha ezt nem csináljuk, megint egy nagy kalap kutakulatról kell. Igen. Hagyj egyezzem meg, ha van itt Jobbikos képviselő, akkor nagyon örülök neki, őszintén. Nagyon örülök, hogy eljött. Őszintén szóval örülök, hogy eljött. Az iszonyat, tényleg iszonyat, hogy azt mondtam, hogy nem is tudjunk kíváncsiak egymásra. És egy fantasztikus dolog, hogy fogja magát egy más pár képviselő, lehet, hogy van vitánk, de legalább meghallgat. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy eljött. És ha nem kergettem ki, hogy azt kell állani, hogy hálás is leszek. De nem mondtam ennek olyan, hogy na, ami a kérdést illeti a fiatalokról. Én érteni vélem, hogy mit szeretnek a Jobbikban, őszintén szólva. Csak azt én nem tudom nyújtani, és nem is akarom nyújtani. Nekem az én gyerekeim közül nagyjából három legalább még ebben a korosztályban van, a legnagyobb most már 30, az már kigyebb megy, a legkisebb három. De három biztos ebben a korosztályban. És úgy élünk, mint egy nagyon olasz család. Tegnap este hazajöttem szobatérő 3-10-kor, és ott ült a én szobában 12 gyerek. Nem mind az enyém, azt hiszem. Szóval, és ismerem ezt a korosztályt, jönnek, mennek, a gyerekeim, barátaim. Én azt látom, hogy színesen van. Ennek a korosztálynak a nagy része egész egyszerűen nem érdeklődik a korosztály. Még nem. Még más foglalkoztat. Nem néz, nem hallgat ilyen dolgokat, nem erről beszélget, kizárja az életet. Aztán majd később, már sokkal később érdek. Tovább. A maradék részében valóban én is azt gondolom, mint ön, hogy lényeges kisebbségben vannak a szabadelvű baloldali demokraták. Lényeges. Két dolgot biztosan tud nekik adni a Jobbik, és ezt most nem pejoratívan mondom, és nem csak azért, mert itt van. Amit én nem tudok adni. A Jobbiknak van egy nagyon erőteljes, radikális politikai vonulata, most már nem annyira, de születésétől fogva volt, és ez ott van a Jobbik arcán. Amit egy fiatal, ha politizálni akar és tele van dühhel, csalódással, még türelmetlen, őszintén szóval radikális megoldásokat keres. Ez korosztályi sajátosság. Én nem tudok radikális megoldásokat javasolni, mert nem hiszek benne. Nem hiszek benne. Azzal együtt, hogy azzal, hogy a Jobbik mintha húzódna be középre,
nekik is egyre több ilyen problémájuk lesz előbb-utóbb. És van egy másik jelentős összetartó erő, ebben elvi vita is van, amit most a nemzetpolitikaként szoktak megfogalmazni, nem úgy fogalmazom meg, és most nem megyek bele Bigóba az antidemokratikus nacionalizmus nagyon szépen leírt ügyébe, a kelet-európai államok, kelet-európai kisállamok nyomorúsága című nagy politikai eszében. Én nemzetpolitika helyett alapvetően nacionalizmust látok. Nacionalizmus a tekintetben, hogy van egyfajta übermensch gondolkodás. Bezárkózó, felsőbbrendű magyarságtudat, ami a többiekkel szemben fogalmazódik meg, mintha bennünket, magyarokat különleges anyagból gyúrtak volna, mint utalunk egy másik híres beszédnek. A keresztfeltét fejtők dobják be majd a megfejtésünk a durnába, a legjobban között majd valami kis orsó. De amikor el van bizonytalanodva egy közösség, a magyar el van bizonytalanodva, akkor keres kapaszkodókat. És a nacionalizmus az egy nagyon erős kapaszkodó tud lenni, nem véletlen, hogy egész Európában ez egy jellemző gondolat, ez a befelé fordulás, a modern polgári nemzetből sok tekintetben visszalépés, ez a faji vérségi, ez a vér és föld alapú nemzetbülönbözés. A Jobbik ezt nagyon-nagyon intenzíven tudta kiszolgálni ezt az igényt. Én nem azért, mert magyartalan vagyok, hanem mert az én magyarságtudatom, azt hiszem egy ilyen polgári magyarságtudat, nincsen benne felsőbbrendűség, nincsen benne karcosság a többiekkel szemben. Egy természetes megélése van a magyarságomnak, nem tüntetőleg. Nem kellene lélekedni a székely Tignuszt három főcs után, mert vagy magyarnak érzem magam, és most nem akarok gúnyolódni. Nem öltözök fel minden nap nemzeti trikolórba, hogy mutassam, egész lényemmel az vagyok. Szóval nem lehet párthatározottal ifjúságot szervezni. Nem lehet. De az a helyzet, hogy a mostani 20 évesekből lesznek majd 35 évesek. És akkor meg errefele fognak jönni. És akkor még egy kérdés, hogy mindenképpen lesz, bocsánat, mert mennyi időn túl vagyunk, hogy hátat fordítottam. Bocsánat. De azért egy dolgot mondjak meg. Nagyon sokszor mondják, hogy kérem szépen a DK-nak is kétségtelen, lényegesen több szavazója van 50 fölött, mint 50 alatt. Ez így van. Azt tudom mondani. De azon túl, hogy minden szavazat egyforma természetesen. Azon túl, hogy életkor tekintetében sem szegregálunk, mert minden élet érték és egyforma. Ha csak választás értelemben nézem a dolgot, azt tudom mondani, hogy annál stabilabb, aktívabb szavazó tábor, mint az, hogy mondjam, a már életem betét, hogy szépen fogalmazzak. Nincsen. Az önök korosztályában a választási részvétel 10-15% ponttal meghaladja az országos átlagot, a 20 évesek korosztályában meg inkább 30% ponttal alatta marad. Ezzel nem azt mondom, hogy milyen jó ez így, és hogy jobb egy 60 éves, mint 2-20 éves, nem ezt mondom, de azt mondom, van egy ilyen jelenség. A demokratikus koalíció erejének egyik forrása és stabilitásának egyik forrása, hogy valóban ezekben a korosztályokban iszonyatosan erősen és aktívan kötődnek hozzánk választók. Utolsó kérdésünk. Nem én mondom. Elnök úr. Nem én adom a szót. Igen. Igaz-e, hogy Soros György Soros. Vörös iszap káros útjainak 5 milliárd eurót adott? Nem. Ha én jól emlékszem, javítsanak ki, akik jobbak a számokból, szerintem nagyjából $1 millió utaltál, nem? Nem jól mondom? $2 millió, hát most a nagyságrendileg 550 millió forint környékben. Körülbelül. Itt ugye a probléma, hogy az egyelőre nem sikerült a kormánynak sok-sok év után bizonyítani, hogy azt arra költött el, mint amire kapta. Hozzáteszem, azt a részét sem az adományoknak, amit önök nagyon sokan adtak össze, hanem valahogy kézen közön eltűnt ez a pénz.
De hát ez őszintén szóval, én már nem csodálkozom a Fidesznél. Hát szóval ezek őszintén, hogy csak azt nem lopják el, ami nem mozdítható. Ez a helyzet. És akkor nem, annyira jelentkezett az úr. Itt egyet innen, egyet onnan, hölgyem. Az ellenzéki pártok részéről mindenütt az hangzik fel, hogy elszámoltatjuk, börtönbe juttassuk. Igen? A kormánypárti képviselőket, egyéb dolgokat, tehát a lopások mindenkit. De most az, hogy a kormányváltás után nem merül fel az a gondolat, hogy esetleg már kilépnek innen az országból, holott az összes pénzt elvitték, és a kormánypárti hívek részéről esetleges felzúdulás, illetve tüntetés történik. Igen. Hoppá, de hangosultam. Nézze, egészen biztos vagyok abban, hogy lesz, aki menekülőre fogja. Nincs kétségem a felé. Egészen biztos vagyok benne, hogy ők pontosan tudják, hogy nem egy és nem két esetben brutálisan átlépték a körülményes határokat, és meg lesznek ijedve. Nem akarok visszamenni az Édiósz ügyhöz. Nem akarok visszamenni az Édiósz ügyhöz. Abban nem az a legborzasztóbb egyébként, hogy mennyit elloptak az önmagában is. Hanem hogyha figyelemmel kísérték ennek a részleteit, ugyan elképesztően átlátszó és primitív módon, ami azt kell, hogy jelentse, hogy eszünkbe sem jutott, hogy őket ellenőrizhetik és lebukhatnak. Ugyan iszonyatosan magabiztosak voltak, ami semmi mással nem magyarázható, mint hogy védettnek gondolták magukat. Na most, aki védettnek gondolta magát is, nagyon sok vaj van a füle mögött. Az, hogyha hirtelen megérinti a lebukásnak a közvetlen veszélye, az pánikban lesz. Lesz, aki erre úgy reagál, hogy menekül, és 2002-ből, 2006-ból indulva, miközben a jobb oldal egy része, a morokba is, de tudomásul fogja venni a vereséget, a vereség lesz, biztosan van olyan része, amelyik rész, hát hogy mondjam, mondjuk, hogy radikális eszközökkel fog reagálni. Amit azt mondja kövér, ez a meleg szívű ember, akinek szeméből a szeretet fénye árad. Ugye? Hogyha a kormány megbukik, akkor Magyarország többé nem lesz Magyarország. Ez nagyon veszélyes mondat. Ez a haza nem lehet ellenzékben mondatnak egy mutációja. Tudni, önmagát azonosítja Magyarországgal, ha viszont ez így van, akkor mindenki más idegen szívű, az országgal szemben állókkal szemben, meg minden eszköz megeged. Tehát lényegében ez a szellemi politikai előkészítés annak, hogyha a Fidesz bukik, akkor bármit meg lehet tenni az új kormányon szemben. Egy nagy különbség van 2002 és 2006-hoz képest, hogy nem vagyunk már naivek. Hogy pontosan tudjuk, hogy sajnos nem zárható ki az ország tudatos destabilizálása. És vannak olyan kollégáink, akik jó ide azzal foglalkoznak, hogy a választás éjszakájától kezdve mit kell tenni annak érdekében, hogy fel lehessen tartani a rendet és a nyugalmat. Mert ráadásul a legnehezebb időszak az, amikor ha győzöl, de még nem a tiéd a kormány, hanem a régi kormány ügyvezet, ő irányítja a rendőrséget, neki van belügyminisztere, neki van titkosszolgálata, de már ott állsz a politikai többség birtokában, de igazgatási hatalmad még semmi nincs. Ugye múlt hét végén, ha jól emlékszem, vasárnap egyik beszédemben azért beszéltem, nem bántam, de határozottam, hogy van felelőssége a belügyminiszternek, a rendőrfőkapitánynak, a titkosszolgálatok vezetőinek, mert rajtuk fogjuk számon kérni, ha nem teszik a dolgukat. Nem azért, mert mi fenyegetők, hanem azért, mert ez a dolguk, viszont a megmaradt nyugalom, ami azért van. Mert van. Ki lehet menni azért este az utcára általában, meg nem tudom, járnak a vonatok, meg a buszok. Ez nem játék. A politika hatalom változó, itt fogom megfejezni, csak az menjen el demokratikus politikusnak, aki el tudja viselni a nyilvánvalóan előbb-utóbb bekövetkező vereséget. A demokratikus politika, mindegyik politikára igaz ez, nem olyan, mint a hollywoodi filmek többség, hogy happy end a vége.
A győzelem napján tudnod kell, hogy bukni fogsz. Bukni fogsz. Törvényszerűen. Ma többséged van. Előbb vagy utóbb el fogod veszíteni. Még akkor is, ha tökéletes vagy. Akkor is megunnak. Elhasználódsz. Az a fajta várakozás, ami veled szemben volt, az szépen lassan megszűnik. A világ közben változik, és te sok tekintetben ott maradtál sok évvel ezelőtt önmagadat. Törvényszerű. És e tekintetben nincsen különbség, hogy demokrata bukik-e vagy diktátor. Szeretettel köszöntöm ezen a ponton Magyarország jelenlegi miniszterelnökét. Csak hogy tudja, hogy mi vár rá. Mert mindegyik megbukik. A kérdés az, hogy miután megbukott, marad-e a politikai közösség megbecsült tagja, vagy érdemben menekülnie kell? Mert politikai hatalom nélkül ugyannyira sérülékenyé válik, hogy nem érzi magát biztonságban korábbi politikai közösségében. Ez a különbség. Hogy fölemelt fejjel tudsz elmenni, vagy lehajtott fejjel menekülve. Nem kívánom Orbán Viktornak ezzel együtt, nehogy valaki félreértse. Én sok politikai verekedésben benn voltam, és erős törekvés volt arra, hogy börtönbe csukják. Ez nem mártírokodás. Nem lehet olyat csinálni, hogy a politikai megrendelésre döntünk emberek sorsáról, legyenek ők a politikai ellenfeleink. Ugyanolyanok leszünk, mint ők. Ugyanolyanok leszünk. Azt követelhetik meg tőlük, hogy legyen független, tisztességes igazságos. Ennek a pont útjában áll, meg a bírói kar egyik-másik vezetője, ez feladat. De nem én politikusok, nekem van egyébként véleményem, hogy mondjam, magánvéleményem, hogy ezek közül kibűnözik. Nem elég rá a két kezem ujjainak száma, de bizonyos értelemben teljesen érdekel, hogy én mit gondolok. Teljesen érdekel. Akkor is, ha választó vagyok, akkor is, ha miniszterelnök vagyok. Az az érdekes, hogy a vádhatóság, bíróság előtt kiről tudja bebizonyítani. És az a jó, ha nekem erről, ehhez semmi közöm nincsen, akkor sem, ha én vagyok a magyar köztársaság elnöke, a miniszterelnöke, a kormányzó párt feje, mert aki egyszer átlépi ezt a határt, akkor muszáj tudnia. Aki egyszer népítéletet ül a másik fölött, akkor előbb-utóbb, mert a szerencse forgató, ő fog a vádlottak padjára kerülni. Nincs mese. Lehet előhúzni a nyaktilót, de a végén, ilyen esetekben a képletes vagy valóságos hóhér is alá fog kerülni. Én meg nem ilyen országot szeretnék. Akkor mi a frasznak papolok egy köztársaságról, meg emberi méltóságról, meg köcsövekről? Akkor majd nekem is be kéne valahol egy pár év múlva, hogy csak ilyen móka volt gyerekek, de azt gondoltam, hogy ez úgy divatban van ez a szöveg. Én ebben hiszek. Ebben a fajta országban azt mondom, hogy igen, Ausztriát szeretnék. Akkor egy ilyenfajta polgári rendben. És ilyenfajta polgári rendben visszatérek oda, amikor teljesen természetes lesz, hogy Gyurcsány Ferencet, ha még éppen pártvezető, meghívják, akkor most nem Jobbikot mondom, a Fidesz kongresszusára. Köszönöm, mondom. A Fidesz kongresszusára, hogy hallgassa meg, hogy ott mi történik. Ez egy a normális. Angela Merkel kormánya rendezte meg Schröder korábbi szociáldemokrata kancellár, azt hiszem, hogy 70. születésnapi nagy ünnepségét, már régen nem volt Schröder kancellár. Mert azt gondolta, nagyon helyesen Angela Merkel is kormánya, hogy dacára annak, hogy egymással szemben is hívtuk. Tartozunk annyira egymásnak, hogy emberi viszonyokat tartunk fönn, és van a német politikának egyfajta folytonossága, nem kezdjük mindig újra a német történelmet. Ezt szeretném, hogy ez meg lesz-e? Én azt hiszem, hogy meg lesz. Otthon önök inkább szeretek békében élni, nem, mint állandó veszekedésben. Gondolom én, jó, hát időnként valaki felcsattan, de jobban szeretünk úgy hazamenni, hogy nyugalom meg béke van. Én azt gondolom, az ország is akkor teszi jól, hogyha jobban szeret úgy élni, hogy nyugalom és béke van. Azt hiszem, hogy sokat fordítottam nektek ma hátat, de azt hittem, már ki vagyok kapcsolva. Na most az a helyzet, most tényleg ki leszek kapcsolva. Tőletek elköszöntem, de megnyitottam benneteket, innen is úgy fogok elrohanni,
Bocsánat, szevasztok, de nem talál, mikor találkozunk Facebookon legközelebb élőben? Kedden? Csak kedden? Kellemes húsvétot? Valami ilyesmit? Lehet, hogy szombaton még visszajövünk, akkor is kellemes húsvétot. Sziasztok! Te bezárod? Igen.